Tisztelt sportolók, felkészítők, egyesületi vezetők! Mindenek előtt szívből gratulálok az idei évben elért sikerekhez. Hasonló mondatokkal szoktam gratulálni az ilyenkor decemberben esedékes sportolói fogadáson. Kézfogás kíséretében. Idén sajnos egyikre sincs lehetőségem. A járványhelyzet miatt nem szervezhettük meg azt a programot, ami mindig kötetlen, jó hangulatban telik a Városházán, és a személyes gratulációt is mellőznöm kell. Sport hasonlattal élve kicsit olyan érzésem van, mint amikor az olimpiai bajnoknak nem csendülhet fel nemzeti himnusza, sikere méltó lezárásaként. De mint tudjuk, a bajnokok sem azért küzdenek, hogy elismerjék őket, hanem egy magasztosabb, nemesebb cél érdekében. Hogy melyek ezek, az nincs kőbevésve. Van, aki nemzetének kíván dicsőséget szerezni, mások családi indítatásból küzdenek a sikerekért, és van, aki a hobbiját tökéletesíteni. A célok különbözőek. Az elismerés és a megbecsülés útján mégis találkoznak egymással. A város polgármestereként nem tudom és nem is szeretném rangsorolni a Bonyhádon működő sportegyesületeket. A köszönet hangján szólok most mindenkihez. Hálás vagyok, hogy 2020-ban is képviselték a várost, és jó hírét vitték Bonyhádnak. Büszke vagyok arra, hogy évről évre több fiatal sportol, mi pedig segíthetjük őket céljaik megvalósításában. Az idei év valamennyiünket megedzett, és minden eddiginél jobban megtanított küzdeni. Nem futamodtunk meg a kihívástól, hanem jó csapathoz méltóan összefogtunk, és legjobb tudásunk szerint vettük az akadályokat. Ezzel a szellemiséggel folytatjuk a munkát 2021-ben, önökkel, veletek közösen. Mindenek előtt jó erőt, egészséget, további sportsikereket, az ünnephez közeledve pedig meghitt, szeretetteljes karácsonyt kívánok mindenkinek!